Az agórának még a nevében is benne van, hogy piacként is funkcionáljon. Az agóra görög, római szóhasználatban egy piac, tér egy találkozási pont, ahol az emberek eszmét cserélhetnek, ahol találkozhatnak, ahol megbeszélhetik a hétköznap eseményeit, meg az ünnepnap eseményeit is. Innen jött a gondolat, hogy a kultúra különböző közösségeit, kultúra közvetítő szervezeteit hozzuk össze egy megyei esemény keretében, és a portékáikat bemutatva a közönségnek, egymásnak egy kicsit egy palettát mutassanak arról, hogy Komárom-Esztergom megyében milyen is a kulturális felhozatal. A programházigazdája alig győzte sorolni a kulturális piac kínálta lehetőségeket. Az egész megyéből várunk kiállítókat, valamennyi kultúrával foglalkozó, rendezvényszervezéssel foglalkozó intézményt várunk ide, művészeti csoportokat, művelődési házakat, úgyhogy reményeink szerint rengetegen leszünk, közel 70 kiállítóval számolunk. Azt hiszem, hogy ez az első ilyen kezdeményezés a megyében, ahol tényleg egy időben egyszerre lesz valamennyi művészeti ággal foglalkozó. Próbáltuk itt összeszedni, hogy milyen széles a skálánk, egészen a balettől a modern táncig, a csillagászattól a rögbig, a szabadidős tevékenységtől kezdve a táncos előadókig, tehát szinte mindenki itt lesz, aki számít. Közben két városi rendezvényt is meg lehet látogatni, mégpedig autóbuszos túrával. Nem szeretük volna kihagyni az Alsó-Gallai Művelődési Házat, ahol éppen születi mulatságra készülnek, illetve a Lecsőfőző Fesztivált sem Kertvárosban, úgyhogy úgynevezett Lecsó turnét és születi turnét indítunk. Ez körülbelül 3-4 magasságában innen a Vértes Agórája előtti buszmegállóból indítunk két kéz buszt. Mindegyikre 50-50 férőhely van, a jegyek már elkészültek, úgyhogy lehet igényelni. Ezek ingyenes járatok, körülbelül egy órát fognak ott eltölteni. Éppen azt az idősávot találtuk meg, amikor indul a szüreti menet, tehát hogy a felvonuláson részt vehetnek, akik oda látogatnak, illetve a lecsókat meg lehet kóstolni, az első elkészült adagokat, és utána pedig ide visszajön, aki szeretne, aki nem, akkor azok pedig maradhatnak Kertvárosban, illetve Alsó-Gallán tovább mulatni. Este pedig ingyenes gála előadás lesz a színházteremben, melyre még lehet jegyeket igényelni az Agóra közönség szolgálatánál.